Őszinte igaz történet a pánikbetegség meghaladásáról. Fogadjátok szeretettel Dóra levelét. Több évtizeden keresztül kerestem valamit, ami hiányzott. Mintha belőlem hiányzott volna valami, ami hiányként jelent meg. Magamnak is nehezen tudtam megfogalmazni. Nagyon sok spirituális tanítót hallgattam, olvastam, követtem, előadásokra, illetve képzésekre jártam. Egyiket követte a másik. De szinte semmi nem adta azt, ahol igazán jól éreztem volna magam, vagy na, most megállok, mert ez az. Így folyamatosan jött a keresés. Mivel eddig életem során tényleg rengeteg helyen jártam, és rengeteg emberrel találkoztam, de valami mindig hiányzott, egy idő után azt gondoltam, nem kell a spiritualitás. Egyáltalán még hallani sem akartam róla. Hiába csináltam azt a rengeteg gyakorlatot, egy űr mindig ott volt bennem. Úgyhogy igyekeztem úgymond hagyományos emberként működni úgy, ahogy a környezetem, vagyis ahogy én gondoltam, hogy hagyományos. Végül a munkám rabja lettem, ott igazán értékesnek éreztem magam. De sajnos nem tartottam meg az egyensúlyt, párhuzamban több olyan élethelyzet jött, amivel egyszerűen nem tudott az elmém mit kezdeni. Valamitől mindig függött és borzasztóan félt. Innentől kezdve megint indult a keresés. Ezt követően egy elég nagy traumát éltem meg, és innentől már segítséget kerestem. Alvászavar, folyamatos félelem, aggódás, belső szorongás, majd pánikroham követte. Annyira elhatalmasodott, hogy már kibírhatatlan fájdalommá vált. Jártam pszichológusnál többnél is. Jártam pszichoterapeutánál, kineziológusnál, szellemgyógyásznál és theta healing kezelésekre is jártam. Semmi nem segített, ott voltam rengeteg kétséggel, hogyan tovább, mi lesz velem. Már nem tudtam magamról gondoskodni sem, itt a vég, senki nem tud rajtam segíteni. Végül Andi csoportjához csatlakoztam, teltek a hetek, és én egyre jobban lettem. A környezetemtől egyre több pozitív visszajelzést kaptam. Újra végigalszom az éjszakákat. Nincs pánik. Újra bevásárolok, megint száguldozok a kocsimmal. Tömött busz sem akadály. Újra visszakaptam az életeröm. Rengeteg helyen jártam már, mindenféle módszert kipróbáltam, de most úgy érzem, megnyugodtam. Már nem kell keresnem mást. Már nincs mit keresnem, mert megtaláltam. Segített visszatalálnom magamhoz a szívemen keresztül. Visszahozott a jelenembe. Minden pillanatot helyesen megélni, mert minden most történik. Hálás vagyok, hogy az a rengeteg fájdalom és szenvedés nem gyötör már. Minden ember életében a problémáinak a forrása saját élete. Ahogyan, amilyen valóságból azt átéli és megéli a mindennapokban, a különféle tudattalan hajlamok és hiedelmek mentén. Ha valaki ezt mélyen megérti, és a belső sötétséggel, azzal, amit elnyomott és elfojtott, elrejtett és utasított, és megítélt az életében, azzal mélyen szembe mer nézni, akkor rengeteg belső erő szabadul fel, mely lekötve volt az öntudatlan, szeretettől elkülönült működés által. Ez az út a gyógyulás útja, mely minden ember számára nyitva áll. A gyógyulás az öntudatlan szenvedést termelő működés megértése, majd ennek meghaladása az elme meghaladása által, annak felismerése által, hogy ez az öntudatlan működés, ami megjelent, az nem is én vagyok. Ez fokozatosan feltárja arra a kérdésre a választ, hogy ki és mi vagyok én valójában, természetesen eredendően. Minél többször ismerődik fel a csendben a válasz, annál mélyebben ismerődik fel a belső valódi teljesség, és annál mélyebben oldódik fel az elkülönült én identitás, ego illúziója a tökéletes szeretetben. Ahogyan az ego illúziója feloldódik fokozatosan a tökéletes szeretetben, a gyönyörű, csodálatos lélek úgy bontja ki szárnyait, és ontja feltétel nélkül fényét mindenre.
Lehet boldog és teljes életet élni lélekből. Lehet boldog és teljes életet élni lélekből való kapcsolódásból. Minden ember a szívében erre vágyik, minden ember ezt keresi, csak sokan nem tudják, mit keresnek, és az sem, hogy hogyan ismerhetik ezt fel magukban. A pánikbetegségnek nevezett jelenség akkor jelenik meg az ember életében, amikor egy olyan emberi élethelyzet jelenik meg, mely összedönti a valóságról addig alkotott elképzeléseket. Ez az összeomlás sokszor traumaként jelenik meg, mert szó szerint kilök a megszokott, már ismert és biztonságosnak vélt életritmusból. Ilyenkor a személyiséggel, a tudat felszínen megjelenő gondolatokkal, képekkel és érzésekkel való téves azonosulásról elkezd leválni a tudat. Amit az ember ilyenkor összeomlásnak és traumának él meg, az valójában a téves elképzelésekkel való önazonosulás felszámolódása és az azonosulás halála. A különféle pánikrohamok, mint tünetek, pedig azért jelennek meg, mert valójában mélyen kötődik és ragaszkodik a már megszokott öntudatlanul újra és újra megjelenő szenvedést okozó gondolatokhoz, képekhez és érzésekhez. És nem tudja elengedni azokat, és fél is elengedni azokat, mert fél az ismeretlentől. Fél, hogy az ismeretlen még veszélyesebb, még pusztítóbb a számára, mint a jelenlegi szenvedést okozó, lekorlátozó valóság. Fél megengedni az összeomlást, a téves hiedelmekkel, elképzelésekkel való azonosulásról való leválást, vagyis fél megengedni a tudat tágulását. Amíg az ellenállás fennáll azzal szemben, ami van, az ellenállás fennáll a tudat tágulásával szemben, addig rohamok jelennek meg újra és újra. Addig, amíg megjelenik a bizalommal teli önátadás az ismeretlen szeretetteljes valóságnak, vagyis elfogadásra kerül az, ami van. A valódi önismeret útján való elindulás, az elme működésének mélyebb megértése, a korlátlan belső erőből való egyre mélyebb merítés befelé figyelés által, a feltétel nélküli szeretet jelenlétében való önátadás által fél év alatt már kibontakozik ennek a jelenségnek a fokozatos meghaladása, azáltal, hogy az ember egyre mélyebben felismeri a valódi igaz én identitását. Ha valaki tovább halad az önfelfedezés csodálatos útján, akkor pedig évek alatt hatalmas belső, szellemi, lelki és fizikai átalakuláson megy keresztül a tudat fokozatos tágulása által, a tökéletes szeretettel teli igaz valóság átélése által.